Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Dimenzió 5. adásában. A következő percekben a Káló testvéreket ismerhetjük meg, akik az ország legnehezebb helyzetben lévő megyéjében élnek, Észak-Borsodban. Ebben a régióban a munkanélküliségi ráta a legmagasabb az országban. A leszakadók élethelyzetének javítása sokszor teljesen reménytelen harcnak tűnik, de a két fiatalember ennek ellenére, vagy pont ezért, újabb és újabb ötletekkel segíti a legszegényebbeket. Hasonló sorból jöttem, mint azok az emberek, akikkel most foglalkozunk, hiszen én is az egyik szendrülládi cigánytelepen nőttem fel, amit úgy neveztek, hogy Rózsatanya. Négyen vagyunk testvérek, és hát a szüleim a vasgyárba dolgoztak, a Diósgyőri vasgyárba, segédmunkásként, illetve olvasztárként, és a rendszerváltás következtében sajnos elvesztették a munkáikat. Én akkor voltam 8. osztályos, és akkor kellett pályát választanom. Sikerült elvégeztem egy egyetemet, és most másoddiplomás vagyok, és hogyha mondjuk én elmentem volna Budapestre, és mondjuk egy intézményben elálltam volna dolgozni, akkor azt gondolom, hogy egy szürke hétköznapi állampolgár vagyok, ami számomra nem jelentett volna semmit. Van egy gondolkodásmód, amit úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy gondolkodjál globálisan, és cselekedjél lokálisan. Egy hónap elméletén voltunk fent a tanteremben, egy hónapja vagyunk lent itt a gyakorlati helyen. Felváltva vagyunk gyakorlaton, elméleten, mikor, milyen anyagot, munkadarabot kell megcsinálnunk. Csináltunk már bilincseket, próbahegesztéseket, függőleges, viszintes vonatokat gyakorolunk. És mindig vannak ilyen modul záró vizsgák, amire a mester úr felkészít minket. A programot mi 2007-ben kezdtük elgondolni, és 2008-2009-ben adtuk be, ez egy Európai Uniós pályázat, amin keretein belül itt 16 fő tanul minősített heggesztői szakmát, és közel 70-80 főből kellett kiválasztanunk 16 főt. A pályázatot magát azt csak szendrülládi lakosokra írtuk ki, és azt kell tudni Szendrülnádról, hogy az ország egyik legszegényebb települések közé lehet sorolni. Dolgoztunk mindenütt, csak hát nem tudtunk úgy elhelyezkedni. Ezek ilyen ideiglenes munkák voltak, pár hónaposak, 4-5 hónaposak. Megszűnt a szezonmunka, aztán le kellett számoljunk. Még az erdőn itt a nyáron még van munka, de már télen nem tudunk dolgozni. Mert én is közel 17 évet húztam le az erdőn. Fakitermelőként, csemeteápolásként végeztem. Meg is van a termelőről is nekem a papírom, de abban se értem el semmit. És remélkedek, hogy ebben a szakmában már azért jobb el fogunk tudni helyezkedni. 4-5 gyerekes családos apák vannak itt, akik. Jó magam is 40. 2 éves vagyok. 5 gyerekem van, és mégis próbálok. Megpróbálom elsajátítani ezt a szakmát, hogy jobb legyen egy kicsit nekünk is. Sok mindent lehet gépesíteni, a heggesztésnek nem minden területét lehet gépesíteni, úgyhogy egy jó heggesztőre mindig mindenhol szükség van.
Tehát egy jó szakember az egy mindig megbecsült és egy keresett. Célunk az is volt, hogy ha elvégzik ezt a szakmát, akkor biztosan kikerülhessenek az elsődleges munkaerőpiac világába. Egyébként a pályázat elgondolását megelőzte egy megvalósíthatósági tanulmány, illetve egyfajta piackutatás, és mi felvettük a megyei munkahelyi központtal a kapcsolatot, és az egyik legnagyobb kereslet a minősített heggesztői szakmára volt. És azért gondoltuk azt, hogyha ezt 16 fő elvégzi, akkor biztosan fogunk tudni nekik munkát biztosítani, vagy elhelyezni őket más cégekre. Ez egy éves ez a tanfolyam nekünk, 12 hónapos, és második júliusban fogunk vizsgázni, és kapunk hozzá még egy alapfokú német nyelvvizsgát is kapunk hozzá. Ahogy elmondta az István, hogy nem csak magát a lavi kombinát heggesztői tanfolyamot fogják elvégezni, hanem mi szeretnénk egy nyelvi képzéssel párosítani, amit ugyancsak itt fognak elsajátítani szaktanárok segítségével. Azért is, mert egy minősített heggesztő, hogyha jól megtanulja a szakmáját, akkor egyrészt sokkal könnyebben helyezkedniük, másrészt meg nagyon nagy a kereslet külföldön is. Nekem is az unokatestvérem kivel dolgozik Németországban, és azért megpróbál majd kiuttatni engem is. Mondhatom az egész csoport nevében, mert nagyon akarjuk ezt a szakmát, hogy kitörés a szegénységből. Testvérem Norberttal közösen végeztünk a családban főiskolát, egyetemet, és hát ő áll hozzám a legközelebb, mivel hogy köztünk másfél év van, és hát gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint az ikrek, mivel mindent meg tudtunk egymással beszélni. És akkor, amikor én elindultam az egyetemre, vagy középiskolában, akkor sokat beszélgettünk, és gyakorlatilag én voltam neki a húzóerő abban, hogy tanuljon tovább. Ebben az iskolában 350 halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerek jár. Az önkormányzaton kívül más foglalkoztató gyakorlatilag nincs a településen, így módon a Bimrau Egyesület a második legnagyobb foglalkoztatója a szentdrőládi lakosoknak. Igazából ezeknek a projekteknek, programoknak Karesza megálmodója. Ő álmodja filozófus ember létére, és hát én gyakorlatilag a szakmai megvalósításban veszek effektíve részt. Tehát gyakorlatilag ő az elméleti síkú, én pedig a gyakorlati síkú ember, és így harmonizálva kiegészítjük egymást. Szakmai vezetőként is, szociális munkásként veszek részt a különböző programokban. A legnagyobb célja az Egyesületnek az, hogy létrehozunk itt Szentdrőládon egy gomba termesztő üzemet, és a 16 főből, akik jelen pillanat képződnek, ebből 10 ember tovább fogunk tudni foglalkoztatni. Ők legalább 80-90 ember jelentkezett a 16 főre, és hát nyilván különböző felméréseket, egyéni helyzetfelmérő adatlapokat, interjúkat végeztünk. Itt azért le kell tudni vizsgázni, és meg kell érteni azt, amit az oktatók itt nap mint nap elmondanak 6 órában. Az biztos, hogy az a vadontermigomba, amelyiknek galéria van, bocskora van? És milyen a sportalkodán ez? Hófehér. Ez nem fog változni. A Jokosgalócának mindig hófehér van a sportalkodó lemeze, még időskorában is, és van egy jó hírem. Azok a gombák, amikkel össze lehet keverni, azoknak a sportalkodó lemezének a színe idővel változik. Először rózsaszín lesz a csiperké, és később sötétbarna. És ezt kell még a gyerekekkel megtanítani. A gomba korunk egyik legegészségesebb
élelmiszer alapanyaga. Én azt gondolom, hogy ez a perspektívája ennek a projektnek is. Először is azon kell elgondolkozni, hogy ezek a tanulók mennyire lesznek alkalmasak arra, hogy a gombatermesztést ma jól tudják végezni. A előzetes benyomásom az, hogy nagyon akarják, tehát látják azt, hogy nekik ebből egy jövő tud fölépülni. Teljesen új dolgot csinál gyakorlatilag mindegyikük, amit eddig, és emiatt érdeklődnek is. Jelenleg Magyarországon az egyfőre első gombafogyasztás olyan 1,2-1,4 kiló. Belgiumban közelíti a 4 kilót. Németországban 3,6 kiló. Tehát tulajdonképpen ez egy perspektíva, tehát hogyha 1,2-ről mondjuk csak megemeljük másfél kilóra, vagy 1,8-ra, akkor a gombának, a friss gombának lesz piaca, nem csak most, hanem pár év múlva is, és itt tulajdonképpen egy olyan vállalkozás tud megvetni a lábát, amely még 10 év múlva is itt nyereséget kell, hogy tudjon termelni az itt dolgozóknak, és ebben nekem nincsenek kétségeim. 2003 óta számtalan Európa Uniós programot valósítottunk meg. Hát gyakorlatilag 2005 óta folyamatosan működik Szentdrüládon egy tanoda, amiben 50 hátrányos helyzetű gyerek tanult, és most pedig egy térségi tanoda hálózatunk van. A hálózatban 240 gyerek van bekapcsolva jelen pillanat 5 településen itt az Edelényi kistérségben. És hát ennek vagyok az egyik koordinátora jelen pillanat. Aztán van egy másik nagy programunk, amit a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány támogat, ez az OSI Roma Mentor Program. Az országban 15 településen, 15 intézménnyel vagyunk szerződésben, 15 roma mentorunk van, illetve hát körülbelül olyan 550 gyerek van bekapcsolva ebbe a programba, és hát jelen pillanat még itt Szentdrüládon a gomba projekt, amit úgy nevezünk, hogy gomba projekt, van most jelen pillanat megvalósítva. 16 fő gombászként tanul, 16 fő minősített heggesztői képzésben vesz részt Miskolcon, illetve 40 fő felzárkóztató ECDL számítógép alapismereti oktatásban részesül. Illetve különböző kompetencia fejlesztések történnek még ezzel a 40 emberrel, 40 fővel, kulcsképességfejlesztő, pályaorientációs tréningeket fognak a képzők igazából végrehajtani velük, annak érdekében, hogyha munkahelyet keresnek, vagy önéletrajzot kell, akkor legyen megjelenésük, tudjanak saját magukról beszélni, tudjanak a motivációjukról beszélni, illetve tudjanak megírni egy önéletrajzot, akár számítógép segítségével is. Ha tengeren túli, erre rákattinthatsz, és akkor még itt föl is sorolja. És ez milyen világtérképen megnézzük. Kicsit lassul gép. Nem kész, beírt a Skócia, és hol van? De várjál, hol van a határa? Itt van valahol a határa, és ez mi? Ez mi? És ez, nézd ide. Hány van? Észak-Skócia. Ez nem. Mi, ez Írország. Ez mi ez? Észak-Írország. Jó van, ez megvan. Nézd ide. Anglia, fővárosa be kell rajzolnod szépen. Motiválni szerintem a szociális munkások tudnak nagyon jól. Én jelen személyem szerint, én úgy gondolom, mint szakmai vezető, mivel lehet az embereket motiválni. Például a gombás képzésben nagyon könnyű motiválni őket. Nagyon-nagyon jól tudják, hogy ha ők ezt a végzettséget megszerzik, akkor ők ezzel el fognak tudni helyezkedni, hogyha a gombaüzem megépül, és egyébként is van egy lehetőség arra, hogy elhelyezkedjenek, és ez már önmagában motiváció számukra. A heggesztők nagyon-nagyon bíznak abba, hogy el tudnak helyezkedni egy nagyon-nagyon jó minősített heggesztői végzettséggel. Azt gondolom, hogy nem nagyon kell őket motiválni, ők tudják, hogy nekik mi a feladatuk.
Most itt a kulcskompetencia, illetve az ECDL képzésnél itt már érdekesebb, itt már keményebben kell motiválni, mert ugye ez rövidebb is ez a képzés, sok embert foglal magába, tehát 40 fő, egy másfél hónapos képzés, úgyhogy azért van olyan, aki most találkozik a számítógéppel először, úgyhogy ez nehéz, nehezebb dolog, de itt is a személyes kapcsolattartás a legfontosabb, illetve az, hogy esetleg azt mondjuk, hogy na akkor ide ülünk mellétek a számítógép mellé, és akkor nézzük meg, gyakoroljunk, tanuljuk, és azzal, hogy ezzel a végzettséggel is talán segíthetünk nekik abba, hogy el tudjanak helyezkedni. Ezzel lehet őket motiválni. Akkor, amikor elnök úr megkeresett jó két évvel ezelőtt minket, akkor az volt az ő elképzelése, hogy a szokásos képzési foglalkoztatási programoktól egy kicsit elrugaszkodva egy több lábon álló komplex programot hozzunk létre, ami annak a lehetőségét kínálja, hogy aki kikerül ebből a projektből, az nagy valószínűséggel akár önfoglalkoztatóvá válás útjára, akár pedig a foglalkoztatottakká való útra rá tud majd lépni. Így született ez a projekt, aminek tulajdonképpen meglehetősen sok és stabil lába van. Az első lába az mindenképpen egy képzési programelem, amiben is két olyan OKS képzést szerveztünk és hirdettünk meg, és már el is indult, ami munkaerőpiaci szempontból meglehetősen keresett. Az egyik egy minősített heggesztői képzés, fiatal férfi emberek a célcsoport tagjai, több szűrés után kerültek be a programba, és meg van spékelve az ő képzésük egy német alapnyelvi képzéssel, ami azt a cél szolgálja, hogyha esetleg Magyarországon kívül próbálnak majd munkát keresni, akkor a nyelvtudás hátránya vagy hiánya ne legyen nekik hátrány. A másik markáns lába, és ezért nevezik ezt a projektet többnyire csak gomba projektnek, mert egy gomba feldolgozó, illetve termesztő üzemet próbálunk létrehozni. Az építési engedély szakaszában áll most éppen az ügy, itt Szentdrádon, ami az elképzelések szerint 10 főnek, ezen belül pedig 10 családnak biztosít majd foglalkoztatást. A harmadik lába ennek a projektnek azon célcsoportot célozza meg, akik még nem végezték el, vagy pedig most felnőttként végzik már az általános iskola 8. osztályát, azt tapasztaltuk, hogy meglehetősen nagy hátránnyal indulnak a munkaerőpiaci integrációban, ezért elindítottunk nekik egy alapkompetenciafejlesztés című képzést, és ezt kiegészítettük egy ECDL Start képzéssel, aminek a termét, a tantermét itt láthatjuk. Hát ez egy tanfolyam, majd szeretnénk vele valahol dolgozni, ha lesz rá alkalom. Ez egy ECDL tanfolyam. Jelen az egyénnel meg más dolgozik, de beírtam a nevemet. De akkor nézd meg a hangot. El is volt, ment, de... Hová mentetted el akkor? Te mit tudom én? Azt nézd meg, hogy ment. Akkor a hajniba felül egyet. Hol van ott a neve? Mi dalóra? Szani, aha. Bebizonyosodik az, hogy amit mi elkezdtünk az Egyesülettel, a Bimró Egyesülettel 2003-ban, azoknak most már lassan már beérik, és igazi gyümölcsé válik az a munka, amit akkor elkezdtünk. Gondolok én arra, hogy 2005-ben elkezdtük a Tanoda programot itt Szentdrádon 60 hátrányos helyzetű gyerekkel. Azt kell tudni, hogy Szentdrádon akkoriban is, és jelenleg is közel 300-350 fő az általános iskolának a létszáma, ahol 90-99%-ban roma gyerekek vannak, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak. Nem tudták megfogalmazni akkor, amikor elkezdtük a tanuló programot, hogy mik is akarnak lenni. Nem tudják.
amikor feltettem nekik azt a kérdést, hogy mi szeretnétek lenni, akkor nem jött semmiféle válasz. És ez nem azért, mert hogy ők nem szeretnének mondjuk azt, hogy jól élni, vagy nem szeretnének hasznos állampolgárok lenni, hanem egyszerűen nem kapnak olyan ingereket, ami által tudják azt, hogy mi számukra a legjobb, vagy mi lenne a legjobb. Ezért fontosnak tartottuk azt, hogy olyan pályaválasztási programokat, olyan tehetséggondozói, vagy felzárkóztatási programokat indítsuk be, mint a Tanoda. És hál' Istennek 2005 óta óriási változások mentek végbe a településen, hiszen a gyerekek 70%-a ugyanúgy, mint egy normális általános iskolába, érettségitadó szakközépiskolába jelentkezik. Vannak most már olyan diákjaink, akik azóta már leérettségiztek, és főiskolára és egyetemre szeretnének tovább tanulni. Én azt gondolom, hogy nagy szerencsék van a Szent Gyuládiaknak az Egyesülettel. Én ismerem ezt a vidéket, és én tudom, hogy ezen a környéken bizony máshol is nagyon-nagyon nehéz sorsban élnek az emberek, és nem mindenkinek van ilyen szerencséje, mint Szent Gyuládon, hogy igen, és aki itt akar, és úgy áll hozzá a dolgokhoz, annak lehetősége van arra, hogy kitörjön ebből a nehéz sorsból. Azt gondolom, hogy egy olyan modell, amit ennek a térségnek át kell venni. Tehát nem csak Szentgyuládnak, tehát itt menjünk felfelé egészen a határig, itt azért rengeteg ilyen település van, ahol szinte csak halmozottan hátrányos helyzetű emberek élnek. Igen. Azt gondolom, hogy ezt át kellene venni, és akkor ezt, ha nem a gomba területén, akkor valami mással, de igen, meg kell próbálni. Mert hogy a tanuláson kívül más kiút szerintem nem létezik. Csak tanulással lehet innen kitörni. Most másoddiplomára járok, ugyancsak a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karára. Ott terület- és településfejlesztési menedzser szakon vagyok most utolsó éves. És az azért fontos, mert hogy számtalan és nagyon sok uniós programot valósítunk meg, meg bonyolítunk le, illetve pályázunk, és fontos, hogy olyan programokat írjunk meg, ami mind szakmailag, mind pedig az emberek számára fontos lehet. És ezt a kettőt hogyan lehet kombinálni? Ugyebár nekünk nincsenek pályázatíróink, nincsenek olyan emberek, akiknek telefonálnak és azt mondom, hogy írjátok már meg ezt a pályázatot, hanem mi magunknak találjuk ki, és mi magunk bonyolítsuk le, írjuk meg a pályázatokat. Ezért fontos számomra az, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzünk. És látva ezt a sikert, mi azt gondoltuk, hogy ezt a Tanoda programot, ezt ki kellene terjeszteni más településekre is, mivel hogy lehetőséget kell biztosítani nem csak a szentgyuládiaknak, hanem a térségben több településen élő gyerekeknek is. És hát a projektünket azt jónak találta a első körben a helyi kistérségi társulás, ahol közel 50 önkormányzat képviselője, polgármestere döntött arról, hogy akkor mi beadhatjuk ezt a projekttervet, és utána pedig az Európai Unió által delegált szakemberek is jónak találták, és elkezdődhetett a munka 2010. decemberében. Most jelen pillanatban 5 településen dolgozunk. Ezek a települések Edelény, Szentgyulád, Szendrő, Perkupa és Budvaszilas, és 240 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkozunk. Hayır, masası.
bőcsön már megváltozom bennünket a nyilatot, meg a csendőrök, meg a biztosok. Így föl a vonatba, a vagonyba, aztán úgy éjszül után, 3-4 óra felé indult meg a vonat. Hey, Galilei.